Kedves ajkaiak, egy igen nehéz év áll mögöttünk. Azt is mondhatnám, hogy üres zsebbel voltunk kénytelenek ezt az évet végigküzdeni, de megnyugtató az a tudat, hogy olyan feladatokat végeztünk el, amelyek azt gondolom, hogy sok évre meg fogják határozni ajka jövőjét, az itt élő embereknek a élet körülményeit, lehetőségeit. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy nehéz körülmények között, de jó munkát végeztünk, függetlenül attól, hogy milyen anyagi helyzetben vagyunk. Közeledve a karácsonyhoz, és aztán meg az új évhez, hiszen nem fogunk tartani óévköszöntőt a szilveszteri alkalomból. Az, hogy a vállalatok vezetőivel és az intézmények dolgozóival találkozunk-e majd az új év első napjaiban, az még kérdéses, majd elválik, attól függ, hogy a járványhelyzet ezt megengedi-e. Ami a karácsony közeledését illeti, ilyenkor mindenki természetes módon megnyílik, és hát a jobbik oldalát szeretném mutatni. Azt gondolom, hogy nem csak a természetes személyek ilyenek, hanem lényegében a gazdasági társaságok, az intézmények is eképpen viselkednek, hiszen jól látjuk, hogy a különböző nagyvállalatok is ilyenkor tartják az úgynevezett családi rendezvényeiket. Ugye mi, ahogy mondom, most ebben a pillanatban nem tartozunk a gazdag, tehetős önkormányzatok közé, így anyagi javakkal nem tudjuk megerősíteni ezt a nagyon kedves és nagyon szépet. De azt gondolom, hogy az anyagi javak azok egyébként sem szoktak használni a szeretet megnyilvánulásának, hiszen gondoljanak csak arra, hogy a szegény emberek mennyire szerették egymást, és hát a gazdagokra talán nem mindig volt jellemző ez a szeretet. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy elég szeretni az embereket, és akkor nem kell mást juttatni. Nem, juttatni is kell, meg a szeretetet is magas fokra kell emelni. És most, mivel anyagi lehetőségeink ilyen, nem tudjuk az előbbit megemlíteni, így a mérhetetlen szeretetünket fogjuk a város felé kinyilvánítani, és önöktől is azt kérném, hogy ugyanezt tegyék barátaikkal, embertársaikkal, munkatársaikkal, és nem utolsó sorban a családdal. Ugye a szociális helyzetünk az nagyon változó, hiszen évek alatt inkább összezsugorodott a mi lehetőségünk, és ma már csak néhány 10 millió segítséget tudunk adni az itt élőknek, de azt gondolom, hogy az év elején erőn felül mindegy 57 családnak adtunk olyan lakhatási támogatást, amit hát más városokban nem is tudtak megtenni. És most, amikor az év vége felé közeledünk, a hagyományos eszközeinket is át kellett értékelni, hiszen minden évben megszerveztük a gyermekek karácsonyát, a kevésbé tehetős szülőknek a támogatását. Ezt most olyan értelemben átalakítottuk, hogy nem zárt körű rendezvényeken folytatjuk le az ilyen és ehhez hasonló ajándékozásokat, hanem nyílt térben, a hétfői napon itt az Agórán fog majd ez megtörténni, ahol 400 családnak fogunk segítséget nyújtani különböző ajándékok formájában. Tehát azt szeretném mondani önöknek és a város teljes lakosságának, hogy kellemes ünnepeket, érezzék jól magukat, abból a kis pénzből, amit félreraktak az ajándékra, hát valósítsák meg az ajándékozást magát, és szeressék egymást, és szeressék az egész várost. És itt van az új év. Az új év az egy új lehetőséget kínál mindenkinek a számára. Azt gondolom, hogy a város is új lehetőségek előtt fog állni, ahogy a bevezetőben is említettem, nagy dolgok vetik előre árnyékukat, és ezeken óriási erőkkel dolgozunk. Most nem kívánom felsorolni ezeket a témaköröket, amelyekben komoly előrehaladást értünk el, de ahogy említettem, meghatározzuk sok évre előre a város jövőjét. Bízom benne, hogy az itt működő gazdasági társaságok változatlanul segíteni fogják a mi munkánkat, és valami olyan perspektívát látok a város előtt,
amit talán egy ilyen képi hasonlattal tudnék megjeleníteni. Nézzék meg, milyen a város, a belváros diszkivilágítása, és azt gondolom, hogy az úgy mindent elárul, hogy milyen erő lakozik Ajka városában. Ugye ezt úgy sikerült elérnünk, hogy azoknak az épülettulajdonosoknak a hozzájárulásával és önkormányzati támogatásával megvalósítottuk ezt a szép diszkivilágítást, úgyhogy aki ehhez hozzájárult, az annak, illetve mindenkinek, akihez hozzájárult, ezt megköszönöm. Sétáljanak a belvárosban, ilyen nagy burit, ahogy szoktuk mondani, most nem tartunk, a házakat kint hagyjuk egészen vízkeresztig, akkor kerülnek majd elbontásra, mert fogyasszanak forralt bort, persze mértékkel, és hát ölelgessék meg egymást, és juttassák kifejezésre a szeretetüket, ahogy ezt a kis évzáró gondolatot bevezettem.